Az utolsó fordulóig nyitott volt a Jász-Nagykun Szolnok megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A bajnoki cím sorsa, a Törökszent Miklósi FC-nek győznie kellett Kisújszállás ellen, és bízni abban, hogy a rivális Tiszafüred nem szerez pontot. A játékosokat a Törökszent Miklós utánpótlás korú labdarúgói kísérték a pályára. Rendesen bekezdtek a csapatok, a meccs legelején Miklósi helyzet, Héder rúgta a kapu elé a labdát, de az érkező Farkas lemaradt róla. Percek múlva helyzet a másik oldalon is. Pádár tört be a miklósiak 16-osára, Balog Attila próbálta elrúgni a labdát, de lövése nyomán a kisújjak támadójáról a hazai kapu felé pattant a labda, török kapus azonban hárított. 7. perc, Gusztafik cselezte át magát a középpályán, a két induló közül Burut választotta, aki a büntető területre érve az érkező Földihez ívelt, ám a hazai játékos a kapu mellé fejelte a labdát. 10. perc, egy félpályáról ívelt labdára Pesti érkezett volna, de török elfejelte a kisújji támadó elől. A 22. percig kellett várni az első gólra, Héder Robert jobbról lőhetett szögletet, Balog Attila lángkapus felett a hálóba fejelt. Egy nulla tehát az első félidő derekám. A 28. percben tovább nőhetett volna a hazaiak előnye, Héder Attila kanyarított Földi Attilához, ő azonban a keresztlécre fejelt, a kipaton után a sarkozása nem ért célt. Gusztafik a 34. percben végezhetett el szabadrugást 17-18 méterre a kaputól, Láng kiütötte a középre tartó labdát. A 39. percben a vendégcsapat is betalált, de Pesti kapura lövése előtt már emelte az asszisztens a zászlót egy 16-oson belüli szabálytalanság miatt. A játékvezető segítőjével folytatott rövid konzultáció után nem adta meg a vendégek egyenlítő gólját. A félidő 44. percében a hazai gólt sem adta meg a játékvezető lesállás miatt. A játékrész utolsó percében is a vendégkapu előtt lehetett volna helyzet, de Láng lelopta Földi lábáról a labdát. A félidei eredmény tehát 1-0. A második félidőben sem maradtak el a helyzetek, a játékrész elején Burulőt kapura, majd nem sokkal később egy kisújji szabadrugást követően töröknek akadt dolga, percekkel ezután Buru ugratta ki Farkast, sajnos emelését elérte a vendégek hálóőre. Az 52. percben Rab kapott piroslapot, így emberhátrányban folytatta a TFC. Az 57. percben a középpályán vesztettek labdát a hazaiak, Pesti indult fel a kapu felé, de ballábas lövése mellé ment, török kapus ezer is rajta volt. Emberhátrányban növelte előnyét a Törökszent Miklós, baloldali bedobás után Hak cselezte át magát a védőkön, majd a 16-osra belépve a tehetetlen lángkapus felett lágyon a hosszú sarokba ívelt. A 63. percben tehát Törökszent Miklós kisújszállás 2-0. A 66. percben kisebb csetepati a miklósi 16-os sarkánál, miután Balog kitessékelte a büntetőterületről Németh Eriket, a vendégjátékos hátulról belerugott Gusztafikba, Balog közvetlen közelről kérdőre vonta, mire összeszaladtak a játékosok. Miután lenyugodtak a felek, a játékvezető Némethnek piros lapot adott, Lólinak pedig sárgát. Töröknek akadt dolga a 70. percben, egy beemelt labdát lopott le a vendégjátékos lábáról. 8 perccel a rendes játékidő vége előtt egy előrevágott labdát Pesti átemelte a kifutó török fölött, azonban szabálytalankodott a vele szemben lépéselőnyben lévő Héder Attilával, így hiába lőtt a kapuba, a játékvezető nem adta meg a gólt, maradt tehát a 2-0. 84. perc, Németh Tamás próbálkozott, lövését hárította a miklósi kapus. 85. perc, újabb vendéghelyzet, török ezúttal öklözött. Utolsó perc, Erdei kapott labdát a saját térfeléről, özetlenül Váradihoz passzolt, a miklósi támadó a kapusba lőtte a labdát, a kibatadót viszont Erdei bevágta. Ezzel, mint utóbb kiderült, a 2015-2016-os évad utolsó miklósi gólját szerezte, bár közvetlenül a lefújás előtt Erdei növelhette volna a csapat is saját maga góljainak számát, de kihagyta a helyzetet, a végeredmény tehát Törökszent Miklós kisújszállás 3-0. Mivel a Tiszafüred 7-0-ra legyőzte Rákóczi Falvát, így a Törökszent Miklós a második helyen zárta a szezont. Utolsó fordulóját rendezték a megyei labdarúgó bajnokságnak, kisújszállás lépett pályára Törökszent Miklóson, magabiztos győzelemmel zártátok ezt a szezont. Hát túlzottan magabiztosnak azért nem mondanám, de azt gondolom, hogy a mérkőzés összképét nézve nem érdemtelen a győzelmünk. Két motivált csapat volt tulajdonképpen a pályán. Ugye ti még a bajnoki címért küzdöttetek, ha lehet így mondani, a kisújszállás pedig a kiesés ellen. Ezért lehetett ilyen hajtós ez a meccs?
Így van, tehát ez mindkét csapatnak volt egy komoly célja egyrészt, másrészt viszont azt gondolom, hogy kisújszállással mindig is egy ilyen kiélezett mérkőzést játszottunk. Hát értékelve a mérkőzést, azt mondom, hogy az első fél időben azért akadozott a játék. Most is talán azokat az erényeket csillogtattuk, mint egész bajnokságban, hogy fegyelmezett, zárt védekezésből próbáltunk támadásokat vezetni. És végül is az eredmény azt igazolja, hogy illetve jól sikerült ezt végrehajtani. Volt gól, ami rögzített szituációból született. Ennek a csapatnak valahol az erőssége is egy picit ez. Igen, ez volt az egyik erénye. Gyakorlatilag egész tavasszal erre készültük is, illetve edzéseken is gyakoroltuk, hiszen vannak jófelelő játékosaink. Úgyhogy örülök, hogy a mai mérkőzésen is sikerült rögzített helyzetből betalálni. Azt ugye azóta már tudjuk, hogy a Tiszafüred hazai pályán tudott győzni. Így a második hely lett a tiétek. Hogyan értékeled ezt a bajnoki szereplést így a második hely fényében? Hát én először is gratulálok a Tiszafüred csapatának a bajnokság megnyeréséhez. Ugye van egy ilyen közhely vagy mondás, hogy a tabella soha nem hazudik. Most valószínű, illetve biztos, hogy ez a realitás, mert ez így alakult. Én azt gondolom a csapat teljesítményéről, hogy talán erőfelül is teljesítettünk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkit dicséret illet. Mi is, mint gondolom sok más csapat is sok nehézséggel küzdködtünk. Én azt mondom, hogy ez a második hely, ez egy nagyon jó, tehát egy szép helyezés, illetve egy jó teljesítmény megbújik mögötte. Tehát azt, amit ki szeretnék emelni, hogy tényleg az egész fél évben, illetve az egész bajnokságban, mondom még egyszer, tehát hogy mentálisan erősek voltunk, jól védekeztünk, tehát nem voltunk egy olyan csapat, aki olyan jól fűzi a labdát, vagy annyira kreatív, amit mostanában ugye látunk azért csapatoknál, például a Tiszafüred is egy játszó csapat. Nekünk azok voltak az erényeink, hogy tényleg az, hogy egy zárt védekezésből vezettük kontrákat, illetve a rögzített helyzetek, és ez hál' Istennek ilyen eredményt hozott. Elégedett vagy ezzel összességében? Persze, elégedett vagyok, abszolút. Egyértelmű, hogy benne van az ember, hogy a két fordulóval a bajnokság vége előtt ugye lehetett volna még csillogóbb érmet is szerezni, de én azt mondom összesség, hogy abszolút elégedett vagyok a csapattal. A 30. forduló eredményei: Törökszel Miklós kisújszállás tehát 3-0, Tiszafüred Rákóczi Falva 7-0, Szajol Fegyvernek 3-2, János Hida Turkeve 1-2, Csépa Jászárok Szállás 3-3, Kunhegyes Jászfényszaru 3-6, Újszász Kunszentmárton 0-0 és Karcak Tiszaföldvár 3-2. A Jászhegyi Szolnok megyei első osztályú labdarúgó bajnokságot tehát Tiszafüred nyerte 62 ponttal, második helyen végzett a Törökszel Miklósi FC 60 ponttal, a harmadik helyet pedig Szajol szerezte meg 56 ponttal.